Csütörtöktől elérhetőek a Gondoskodó Nemzet program pályázati felhívásai, jelentette be Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Összesen 2 milliárd forintra lehet pályázni a program keretében. Elérhetők a Gondoskodó Nemzet program pályázati felhívásai, jelentette ki Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A felhívások oktatási, kulturális, egyházi, sport, ifjúsági, cserkész és közösségi, valamint diaszpora alprogramokra különülnek el. A Nemzeti Újrakezdés programról Gondoskodó Nemzet programra változtatták az elnevezést, mivel az elmúlt években a koronavírus járvány, valamint az orosz-ukrán háború miatt rengeteg nehézséggel kellett megküzdenie a külhoni magyarságnak. Ezért gondolták úgy, hogy 2023 a Gondoskodó Nemzet éve legyen, jelentette ki az államtitkár. A pályázati felhívásunk Gondoskodó Nemzet programként jelenik meg. Ez jelent egy változtatás, de ugyanakkor pedig kiszámíthatóságot, illetve folytonosságot feltételez. Az idei pályázati felhívásunk is igazából 2 keretet felhívást tartalmaz, hasonlóan, mint a tavaly, viszont egyszerre hirdetjük meg annak érdekében, hogy a pályázó szervezetek mindjárt el tudják dönteni, hogy melyik kategóriában akarnak pályázni. Idén is 2 pályázati felhívást hirdetnek meg, az egyik 1,5 milliárd forintos keretéből a szervezetek működését, fejlesztéseik és eszközbeszerzéseik megvalósítását támogatják, a kérhető támogatás pedig 300 000 forinttól 5 millió forintig terjed. A Gondoskodó Nemzet program második részeként az 500 millió forintos keretből a szervezetek programjaikhoz, illetve a rendezvényeik megvalósításához kérhetnek támogatást. Ebben az esetben 300 000 forinttól 1 millió forintig nyújtanak segítséget. A forrás mindkét esetben vissza nem térítendő támogatás, emelte ki Potápi. A pályázatokat május 4-től június 5-én 14 óráig lehet benyújtani.